az andragógia mesterszakról fogok tehát önöknek beszélni. Köszöntöm azokat is, akik az előző emberi erőforrás tanácsadó mesterszaknak a bemutatásán is részt vettek. Az elején nagyon ismerős diákat fognak majd látni. Az az intézet, amelyik az andragógia mesterszakot is gondozza, a Felnőtt Képzés Kutatás és Tudásmenedzsment Intézet, a pedagógiai és pszichológiai karnak egy viszonylag fiatal intézete, viszonylag fiatal az intézet, de a munkatársainknak a létszáma az intézeten belül folyamatosan nő, hála Istennek, amire szükség is van, hiszen egyre több szakot gondoz az intézetünk. Olyannyira egyre több szakot gondolsz, hogy erről a diáról egyet már le is hagytam, hiszen a közösségszervezés alapszak mellett az emberi erőforrások alapszakot most szeptembertől fogjuk majd indítani itt a PPK-n, nappali tagozaton, és két mesterszakot gondoz az intézetünk, az egyik az andragógia mesterszak, másik az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak, és ha valaki még mindig nem unt bele, ahogy szoktam mondani a tanulásba, alapszak és a mesterszak elvégzése után, akkor szintén házon belül tudja folytatni a tanulmányait, mégpedig a Neveléstudományi Doktori Iskolában, ahol egy andragógiai alprogramot gondoz szintén a mi intézetünk, ahova az andragógiai kutatásokkal kiválóan lehet érkezni. Az andragógia mesterszakunk ebben a fél évben, ebben a tanévben levelező tagozaton működik. Több éven keresztül hirdettük nappali és levelező tagozaton is. A nappali tagozaton már sok éve nem tudjuk elindítani a képzésünket. Egész egyszerűen nincs rá elég jelentkező. Így úgy döntöttünk, hogy ebben a tanévben, a most szeptemberben induló tanévben már csak levelező tagozaton fogjuk hirdetni a képzésünket. Levelező tagozaton a képzésen ugyanúgy előadások, szemináriumok és szakmai gyakorlat kerül megrendezésre vagy megszervezésre, mint egy nappali tagozaton, viszont természetesen nem minden hétköznap kell bejárni az órákra, hanem a levelező tagozatot ilyen konzultációs rendszerben szervezzük, péntek és szombati napokra esnek az órák, tehát az előadások és a szemináriumok. Körülbelül egy fél évben olyan 6-7 pénteket, szombatot vesz el, illetve 6-7 péntek, szombaton kell majd az órákra bejárni, megjelenni. A levelező tagozaton a gyakorlatoknak és a szemináriumoknak a látogatása az ugyanúgy kötelező, mint a nappali tagozaton. Az előadásoké az nyilván ajánlott, de opcionális, tehát az előadásokon nem feltétlenül kell személyesen is részt venni, a szemináriumokon viszont igen. Éppen ezért a szemináriumokat nagyon igyekszünk a szombati napokra szervezni, hogy senkinek se legyen azzal gondja, például a munkahelyéről nem engedik el a képzésre. Az andragógia mesterszakunkat, hasonlóan az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakhoz is, Budapesten és Szombathelyen is indítjuk, tehát nem csak Budapesten, a Kazinci utcában tudnak tanulni, hanem a szombathelyi képzési helyszínünkön is. Ezúttal egyébként köszöntöm a szombathelyi képzési helyszínünknek a képviselőit is, hogyha esetleg van kifejezetten őhozzájuk szóló kérdés, akkor azt nyugodtan feltehetik majd nekik is, hiszen tudnak majd rá válaszolni, itt vannak velünk. Tehát andragógia mesterszak. Miért andragógia? Hol tudunk elhelyezkedni ezzel a szakkal? Mit tanulhatunk? Hogyan tudunk bejutni a képzésre, milyen gyakorlati lehetőségeket biztosítunk, és ha érdekel a kutatás, akkor merre, hogyan, milyen területeken tudnak bekapcsolódni kutatásokba. Miért az andragógia, és kiket várunk? Az andragógia szakra olyan jelentkezőket várunk, akiket érdekel a felnőtt képzés, a felnőtt oktatás, a felnőtteknek a tanulása. Tudjuk azt, hogy a felnőttek és a gyerekek másképpen tanulnak, más jellemzői vannak egy felnőttnek, egészen másképp kell a számára képzéseket tervezni, képzéseket szervezni. Ennek van egy andragógiai alapja, egy andragógiai elmélete, természetesen ezzel is megismerkedhetnek itt az andragógia mesterszakon. Várjuk azokat is, akik szívesen terveznének felnőtteknek képzéseket. Milyen szívesen szerveznék ezeket a képzéseket, vagy akár a lebonyolításukba is bekapcsolódnának. Várjuk azokat, akik felnőttképzési szakértőként szeretnének különböző felnőttképzési intézményekben dolgozni, vagy akár felnőttképzés területén kutató tevékenységgel szeretnének foglalkozni, vagy programfejlesztőként felnőttképzési és szakképzési stratégiai döntések
megalapozójaként szeretnék segíteni a felnőtteknek az önképzését, illetve önművelődését. Okleveles andragógus lesz a diplomájukban, abban az esetben, hogyha sikerül elvégezniük a képzést. Mire lesznek képesek? Mit jelent az, hogy valaki okleveles andragógus? Egy okleveles andragógus képes arra, hogy különböző felnőtt oktatási és felnőtt képzési intézményekben, szervezetekben tervezési-szervezési feladatokat lásson el, sőt, képes arra, hogy ezeket az intézményeket vezesse, irányítsa. Képes arra, hogy felnőtt képzési tanmeneteket, tanterveket, kurikulumokat fejleszten, képes arra, hogy ezeknek a folyamatoknak a minőségbiztosítási feladatait ellássa, képes arra, hogy tanácsadást nyújtson felnőtteknek a tanulásuknak a megszervezésével kapcsolatban, hogy felnőtt képzési kutatásokba elmélyedjen, ismer előzetes tudásmérési eszközöket, tehát a validációnak a kérdéskörével is tisztában van, illetve ami ugye a napjainkban rendkívül fontos, mindannyiunknak az életét meghatározza, hogy nem csak hagyományos, hanem az elektronikus tananyagoknak, az elektronikus digitális eszközöknek a tanításban, képzésben való használatának a módszereit, módszertanát, illetve ezekkel kapcsolatos innovációkat is megismerik, és képesek ezeknek a fejlesztésére. Különböző ismeretekkel is természetesen rendelkezni fognak, például a felnőtt képzéssel, emberi erőforrásoknak a fejlesztéséhez kapcsolódó európai tendenciákkal, különböző felnőtt képzési stratégiákkal, mik az Európai Unióból is érkező, Magyarországra is érvényes felnőtt képzési stratégiákkal fognak megismerkedni. Nem szokott a kedvence lenni a hallgatóknak, de nagyon fontos a felnőtt oktatásnak és a felnőtt képzésnek a jogszabályi környezetének a megismerése, illetve az egész felnőtt képzési rendszernek a finanszírozási formáinak a megismerése. Különböző felnőtt képzési célcsoportoknak a jellemzői, például a különböző életkorú felnőttek, pályakezdő felnőttek, idősebbeknek a tanulási motivációinak, tanulási jellemzőinek az ismerete, vagy például hátrányos helyzetű csoportoknak, vagy megváltozott munkaképességű csoportoknak, szintén a társadalomba való beilleszkedésének a segítése, mint egy problémakör, ezzel is foglalkoznak az andragógia szakon. És ami nekünk mindig nagyon fontos, hogy igyekszünk biztosítani az önök számára azt, hogy ha úgy gondolják, hogy doktori képzésben szeretnék folytatni a tanulmányaikat, szeretnének andragógiai kutatásokat megvalósítani, akkor ezekre is mind kutatásmódszertani, mind pedig elméleti alapozást azt meg tudják kapni, és felkészüljenek az ilyen típusú tanulmányaiknak a folytatására is. Képzésnek a felépítése, alapozó tárgyak, szakmai törzsanyag után egy diplomamunkát kell majd elkészíteniük, és a diplomamunkájukat pedig záróvizsgán kell megvédeniük. A záróvizsgán pedig nem csak a diploma megvédéséről van szó önmagában, hanem a záróvizsgán a megadott tételek alapján természetesen egy kell számot adniuk a tudásukról. Milyen kurzusok és milyen témakörök fognak szerepelni a tanulandó kurzusok között? Ezen a dián látnak egy linket, ami a tanulmányi osztályra vezeti, tanulmányi hivatalnak a honlapjára vezeti önöket, és ott meg tudják nézni az andragógia mesterszaknak a nagyon pontos tantervét, hogyan épül föl ez a két fél év, hogyan épülnek egymásra a kurzusok. Én pár olyan kurzust ragadtam ki ebbe a szófelhőbe, ami szerintem meghatározó ezen a képzésen, felnőtt képzési célcsoportok, tudományelmélet, távoktatás és e-learning, ugye ez most a nagyon aktuális kurzusunk, tanuláselméletek, validáció, korszerű tanulás szervezés, kulturális tőkeelméletek például. Nem említettem a képzésnek a felépítésénél, hogy az andragógia mesterszakon két specializáció közül lehet választani a képzésnek a második fél éve után, tehát a második év
előtt. Ez a két specializáció pedig a felnőtt képzés menedzsment specializáció és a felnőtt képzés kutatás specializáció. A felnőtt képzés kutatás specializációt kifejezetten olyanoknak, azoknak ajánljuk, akik valóban kutatóként képzelik el magukat, és később esetleg egy doktori fokozatnak a megszerzését tűzték ki célul. Hogyan tanulhatnak? Innovatív csoportmunkán és saját élményen alapuló módszerek segítségével igyekszünk az önök számára probléma alapú tanulást, szabad tanulást, tapasztalati tanulást biztosítani, ahol megjelenik a projektmódszer, megjelenik a gamification. Nem könnyű ezt most ebben a fél évben biztosítani a hallgatók számára, vagy ezekben a fél években, most már mondhatjuk így a hallgatók számára, nagyon reméljük, hogy szeptembertől már face-to-face csoportmunkán tudunk majd találkozni önökkel. Viszont azok a lehetőségek, amelyeket a pandémia szülte kényszer megtanított nekünk oktatóknak, ami az IKT eszközöknek a támogatása, azt igyekszünk azért nem elengedni, és abból felhasználni azokat a pozitívumokat, amelyeket később egy jelenléti oktatásban is kiválóan fel tudunk használni, mint a tanulást támogató platformok. Szakmai gyakorlat a harmadik fél évben esedékes az andragógia mesterszakon. Ez egy 160 órás összefüggő egyéni gyakorlatot jelent. Számos gyakorlatvezető partnerünk van, akikkel már régi együttműködésben vagyunk. Ezek a szervezetek, intézmények is szeretettel várják a hallgatóinkat, de természetesen nyitottak vagyunk újabb és újabb szakmai gyakorlatos partnert felvenni a listánkba. Levelező tagozat, jaj, sokan vannak, akik dolgoznak, munkahelyük van, hogyan fognak ők 160 óra egyéni gyakorlatot letölteni? Nem kell ettől megijedni, eddig mindenkinél megoldottuk. Aki például a területen dolgozik, van jó pár olyan hallgatónk, aki felnőtt képzésben dolgozik, és úgy jön a mesterszakos diplomát megszerezni, aki például a területen dolgozik, ő neki a munkatapasztalatait, azt be tudjuk számítani, ezeket a krediteket neki el tudjuk ismerni a szakmai gyakorlatban. Bemeneti követelményekről pár információ, pár szó. Ha valaki az előbb ott volt az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon, akkor nagyon hasonlóak a bemeneti követelmények. Vannak teljes kreditértékbe számításával figyelembe vehető szakok. Ezek a szakok azok, amelyekről egy az egyben lehet jelentkezni az andragógia mesterszakra. Ilyen az andragógia alapszak, ilyen a közösségszervező alapszak, művelődés szervező, személyi szervező, munkavállási tanácsadó alapszak, ugye ezek az andragógia és a közösségszervezőnek az előd szakjai. Bölcsészettudományi területről ilyen a pedagógia, a pszichológia, ilyen az emberi erőforrások alapszak, ilyen a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros, a kulturális antropológus, és valamennyi pedagógus képzési területnek az alapképzési szakja. Tehát óvodpedagógus, tanítóképző, bármilyen szakos tanár, gyógypedagógus, ők pedagógusi képzési területről érkező alapképzési szakkal rendelkeznek, ők is teljes kreditérték beszámításával érkezhetnek hozzánk. Aki valamilyen más szakról érkezik, tehát nem az imént felsoroltak közül valamelyikről, őnek is sem kell letennie arról, hogy andragógia mesterszakra járjon. Ebben az esetben a ELTE PPK-nak a kreditátviteli bizottsága fogja megvizsgálni azt, hogy ő rendelkezik-e megfelelő mennyiségű kredittel az alábbi előírt tudományterületekről, ugye ezt látják itt a dia alján, 30 kredittel kell rendelkezni, bölcsészettudomány, felnőtt képzési ismeretek, kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés, informatika, könyvtárismeret, társadalomtudomány, gazdasági vagy jogi ismeretek területéről. Állíthatom, hogy a legtöbb alapszakon tanulnak ezek közül a tudományterületek közül legalább 30 kreditnyit. Nagyon ritka az, amikor nincs meg ez a 30 kredit. Ha nincs meg ez a 30 kredit, de azért minimum 15 van, tehát valahol 15 és 30 kredit között van ezekről a területekről a jelentkezőnek a kreditszáma, akkor sem kell még megijedni, akkor is még lehet felvételizni az andragógia mesterszakra. Annyi plusz feladata lesz majd az illetőnek, hogy a képzésnek az első két fél évében mi elő fogjuk írni neki azokat a hiányzó krediteket,
amelyek miatt nem volt meg a 30 kreditje. A képzés első két fél évében kell majd ezeket pótolnia, ezeket elvégeznie, de ehhez mi pontosan előírjuk azt, hogy milyen kurzust kell elvégezni, és ezt a kurzust biztosítjuk is. Például, ha valaki egy mérnök alapszakról érkezik, azért mondom ezt a példát, mert ott szokott előfordulni, hogy nincs meg valakinek a 30 kreditje, ezekről a kifejezetten inkább társadalomtudományi, bölcsészettudományi területekről, hanem csak mondjuk 20 van neki, és hiányzik 10, akkor 10 kreditet mi arról a tudományterületről írunk elő neki, ami neki hiányzik. Tehát például soha nem tanult semmilyen pszichológiai típusú tárgyat, akkor egy pszichológia kurzust írunk neki például elő, megfelelő kreditszámmal, hogy meg tudja szerezni azt a plusz kreditet, ami majd a 30 kreditjéhez már elegendő. A lényeg az, hogyha valaki nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakról érkezne, ő nekik be kell nyújtaniuk egy előzetes kreditvizsgálati kérelmet, ennek az adatlapját és minden fontos információt ezzel kapcsolatban a PPK honlapján megtalálnak. A PPK honlapján, ha jelentkezők főre kattintanak, akkor ott egyértelműen meg lehet találni azt, hogy mesterszakokra, és akkor ott a bemeneti követelményekre, és ott megtalálják ezt az előzetes kreditvizsgálatra vonatkozó kérelmet, hogyan kell benyújtani. A felvételiről nagyon röviden. A felvételi egy felvételi elbeszélgetés jelent, amelynek az alapja az önéletrajzuk, illetve a motivációs levelük, amit benyújtanak a felvételi jelentkezéshez. Az önéletrajzuk és a motivációs levelük birtokában annak alapján fogunk egy szakmai beszélgetést lefolytatni önökkel, milyen szakmai tapasztalatuk van, miért szeretnének az andragógia mesterszakon tanulni, milyen jövőbeni terveik vannak, az alapszakos képzettségük az hogyan kapcsolódik esetleg az andragógia mesterszakhoz, ilyesmi témákra kell gondolni, vagy milyen felnőtt képzéssel kapcsolatos aktuális problémákat hallottak, olvastak az utóbbi időben. Amit még figyelembe veszünk, vagy figyelembe vehetünk, ha valakinek valamilyen versenyeredménye van, itt most nem sportversenyre gondolok, hanem például OTDK-s szereplésre, ha valakinek van már esetleg publikációja, vagy munkatapasztalata ezen a területen, nemzetközi tapasztalata, mondjuk Erasmus képzésen vett részt, ezek mind olyan plusz információk a számunkra, amelyet szintén érdemes nem elhallgatni már a motivációs levélben, illetve az önéletrajzban sem. A kutatásainkról még pár szót szeretnék ejteni, hiszen ugye többször mondtam azt, hogy a doktori képzésbe való részvételnek nagyon örülünk, hogyha a saját hallgatóinkat tudjuk elvezetni a doktori képzésbe, és utána a doktori fokozatnak a megszerzéséhez. Amik olyan témák, amelyek rendszeresen megjelennek az intézet oktatóinak a kutatásaiban. Ilyen a munkahelyi tanulás például, az oktatók, képzőknek a szakmai tanulása, az élettájatanácsadásnak a folyamata, karriermenedzsmenthez kapcsolódó információk, mostanában a digitális platformoknak a felhasználása, felhasználhatósága a felsőoktatásban, az itt megjelenő innovációk, illetve szeretném még kiemelni az ELTE harmadik kor egyetem előadás és szeminárium sorozatot is, ami az ELTE-nek most már, az ELTE PPK-nak most már egy jó pár éve futó programja, ahol ugye nyugdíjas korúaknak hirdetünk előadásokat, és nagyon-nagyon népszerű, nagyon nagy számban vesznek részt ezeken az előadásokon nyugdíjasok, még most is, mert hogy most is zajlanak online ezek az előadások, és nagyon nagy örömünkre az idősek nagyon lelkesen vesznek részt most is az online formában megvalósuló előadásokon. Ami ehhez kapcsolódó kutatás pedig, az pedig az intergenerációs tanulás, hogyan tudnak hogy a különböző generációk egymástól tanulni. Az elérhetőségeinket látják ezen a dián, a KARI honlap elérhetőségét, az intézeti honlapnak az elérhetőségét, a Facebook oldalunkat mindenkinek a figyelmébe ajánlom, illetve az
e-mail címét az intézetnek, az fti@ppk.elte.hu, a titkárságra érkezik az üzenetük ebben az esetben. Ha inkább tanulmányi típusú kérdésük van, akkor azt tartalmi típusú kérdésük van, hogy így mondjam, akkor arra nagyon szívesen válaszolunk, hogyha ezen az e-mail címen keresnek minket. Ha a felvételével kapcsolatos kérdésük van, akkor azt inkább a selvinfokukat.ppk.elte.hu tegyék fel. Itt egy tévedésben vagyok én, mert nem Palácsik Hajnalka a felvételi ügyintézőjük, hanem azóta már más felvételi ügyintézők, ezt a diasoron majd ki fogjuk javítani, hogy pontosan tudják név szerint, hogy ki az, akit keresniük kell.